Az a Zalaegerszegi Press Dance Táncsport Egyesület rendezte a World Artistic Dance Federation bajnokságot a Mindszenty Sportközpontban. A rangos versenyen, ahol a szakák szinte minden műfaját bemutatták, 40 klub több mint 700 táncosa lépett fel. Liliana és Dominika, akik több kategóriában is vállalták a megmérettetést, a zalaegerszegi tánccsoport színeiben indultak. 10 éve táncolok, és felszabadultnak érzem magam tánc közben, meg szeretem a társaságot is, jól tálnak az edzések, úgyhogy ezért szeretem, és hát egy csoportosba indulok, 5 szólótáncba, 4 dúóba. Itt ebbe az egyesületbe 2 éve táncolok, előtte más helyeken táncoltam itt Egerszegen. Hát a táncban nagyon szeretem az egyesületeket, a versenyekre nagyon jó járni közösen, az egész jó eredményeket elérni. A Press Dance Táncsport Egyesületnek nehéz feladattal kellett megbirkóznia, de sikerült színvonalas versenyt szervezniük. Elsőként rendezünk a World Artistic Dance Federation égisze alatt versenyt, és külön megtiszteltetés, hogy mi Zalaegerszegről rendezhetjük ezt a versenyt. Magyar bajnokságot rendezünk, melyben vártuk ugye az összes magyar klubokat. Azon kívül nyitott volt ez más nemzeteknek is, így 8 nemzet vesz részt a versenyünkön, és 2 napon keresztül 725 versenyző lép színpadra. A 2023-as versenyszezont különleges produkciókkal nyitották meg. A 2 napos rendezvényen az ország 15 városából és a határon túlról érkező klubok tehetséges táncosait láthatta a közönség.